A levéli testület 2016. februárjában fogadta el az idei 287 millió forintos költségvetést. Ebből az összegből nagy részt a település fejlesztésére, egyesületek, civil szervezetek segítésére költ az önkormányzat. A különféle beruházásokra a tervek szerint 50 millió forint, míg az utak javítására 10, ugyanennyit pedig a településen működő szervezetek segítségére költenek. Tavaly évben választások után elhatároztuk, hogy minden évben minimum 10 millió forint értékben utakat fogunk építeni. Hát erre sajnos eddig pályázati lehetőség nem volt, de tavaly is és ebben az évben is költöttünk rá ennyit kátyúzásra, útfelújításra, több mint 10 millió forintot ebben az évben. Ez évben a Szövetkezet utcának egy 300 méteres szakasza került felújításra, és itt az iskola előtt egy olyan köz, ami napi szinten nagy forgalomnak van kitéve, és szinte járatatlan volt. A település több pályázaton próbál indulni. Idén ilyen forrásból többek között az egészségügyi infrastruktúráját fejleszteni levél és bölcsödét is építene. A mai életvitelnek, úgymond élettempónak megfelelően szükség van levélen, bölcsödére, sőt nem csak levélen, hanem hát sajnos azt lehet mondani, hogy az egész országban, mivel a megélhetés miatt egyre többen szeretnének visszamenni a gyermek két éves kora után dolgozni, munkába szeretnének állni. És hát ezt szeretnénk mi is elősegíteni. Azt gondolom, ez egy olyan beruházás lenne, ami hosszú távon kifejezetten pozitív hatással lenne a településre. Az idei évben már elkészült a telefonközpont, a hivatalt klimatizálták, és folyamatosan újul a temető környezete is. Ebben az évben 300 négyzetméteres térburkolatos gyalogutat kívánunk a temetőbe kiépíteni, várhatóan augusztus elején fog nekiállni a vállalkozó. Ezen kívül a horgásztó köré egy díszközvilágítás kiépítését tervezzük, aminek az avatása, hát most már itt látjuk, hál' Istennek, ennek a dolognak a végét. Igazából most már a látványos munkák vannak hátra, a műszaki része, az engedélyeztetés megtörtént, úgyhogy augusztus 12-13-án a Veterán Traktor Találkozó és Családi Nap elnevezési rendezvényünk keretében szeretnénk ezt hivatalosan is felavatni és átadni a lakosság részére. A település igen népszerű az otthont keresők és a munkavállalók körében is, így a település próbál ez irányba is segítséget nyújtani új önkormányzati telkek kialakításával.